9:52, nem annyira régen keltem, bevallom. Pont befér ide a kis kávés pohár egyébként, és full színbe is van, tehát ilyen durva. De egyébként ez a pohártartó, ez jó pofa. Igazából normálisan befér minden, semmi extra, de célnak megfelel. A lényeg, hogy ma Benettel bandázunk, úgyhogy én nem tudom, hogy mikor kell fel a fiú. Szerintem én még azért egy fél órát, max egy órát adok neki, és addigra biztosan fönt lesz, de már lehet, hogy most is fönt van, majd mindjárt beszélek vele. És ma gengelünk. Ma együtt megyünk valamerre, és ma fogja látni először a kocsit Benett is. Úgyhogy ennyi igazából egyelőre a terv. A kocsima egyébként, most csak így eszembe jutott, nagyon régóta így, hogy mondjam, zargattok, hogy mi a helyzet vele, és semmi baja, mármint nem mondom, hogy semmi baja, mindig van baja, de a lényeg az, hogy most az van, hogy még a felnik sincsenek fönn, még most szét van szedve a garázsban, nagyon durván szét van szedve. Voltak rajta itt-ott egy-két ilyen rozsdapötty, így a tél után, tudjátok, kavics belekapott, és akkor rögtön a sóslék, megmarta, ilyesmi, de azok vannak most éppen javítás alatt. Ha egyébként gondoljátok, akkor csinálunk videót arról is, hogyha... Én mindig azt mondom, hogy ha már egy rozsdát így szóba hoztam meg ezt a ilyen lakatolásos kasznis témát, akkor én mindig azt mondom, hogy ha valaki lát valami pici kis rozsdapöttyöt, vagy foltot, vagy valami, azt minél le kell kezelni, vagy meg kell csinálni, hogy ne legyen rozsda. Visszacsiszolni, lefújni, akár cinkspray-vel, és utána valamivel még rá fényt adni neki, vagy csak hogyha olyan helyen van, akkor simán arra ráfújni alvázvédőt, vagy bármit, mindegy. A lényeg az, hogy szerintem bármilyen kicsi kis rozsdát láttok, azt ajánlatos megcsinálni, vagy ha nem csináljátok meg, akkor az szépen tovább fog rohadni, és a végén már nem fogjátok tudni megcsinálni ilyen pár száz forintos javítással, hanem konkrétan lakatoláshoz kell folyamodni. És mindegy, volt most rajta egy-két ilyen kis cucc, és azokat most felcsiszoltuk, és most igazából ez a folyamat van a kocsival. Ha ez kész, utána lesz az, hogy fölteszik a lököst, fölteszik a felnit, fölteszünk mindent, és akkor kész lesz az autó. Legalábbis nem kész, hanem egy időre befejeztük. Egy hónapra, max. Úgyhogy, ja. Mindegy, a lényeg az, hogy mindjárt majd Benette beszélek, és akkor mindjárt ő is leteszteli a gépjárművet. Ez az Eco mód, ez nekem nem megy, ez sose ment, BMW-vel sem megy nekem, azért fogyaszt az nálam egy... Nem tudom, egy tízest, egy tíz nálam az átlag, elvileg 9-re le lehetne vinni, de sose sikerül, na mindegy. Ez mindenféle okosságot ír ki, tehát kiírja, hogyha mindenféle tényleg ilyen Eco tippeket ír folyamat. Váltsak föl, váltsak le, ne nyomjam ki a kuplungot 1300-as fordulat fölött, mit mondod? Ja, nagyobb sebességnél kiírja, hogy húzzam fel az ablakokat, mert befúj a szél, és nagy a légellenállás, meg ilyen olyanokat ír ki, amiket én így nekem ez új, hogy így mit csináljak ezzel, oké? Meg ugye a start-stop is, és alapjába véve most fogyaszt nálam úgy, hogy mondom, én nem tudok vezetni rendesen. 5 hetet. Ez így a nagy átlag. De állítom, ezt 5 környékére bőven le lehet vinni. Mert tényleg ebben van az, hogy nyomkodtam is egy kicsit. Mert hát mondom, én dinamikusan vezetek, nem tudok ekóba vezetni. De egyébként meg van a kocsinak ilyen ekó marhasága is. Kapja itt az ember a pontokat időszakonként, és akkor itt írja, hogy 100-ból mennyi pontot kaptunk. Nekem a rekord az 88 volt. Többet nem tudtam elérni. Úgy rohadt jól eszik. Tényleg, nagyon jól eszik. És megy. Tehát nekem ez furcsa, hogy megy. Mert belegondolok, hogy egy 1000-es motor, oké, hogy turbós, de akkor is egy kis 1000-es motor, és azt gondolnám, hogy ezzel nem lehet előzni be a sorba, aztán mész. De simán egy előzés, egyáltalán nem gond neki. Visszaállt az ember, odalép, pörgős, megy, mint a balandgomba. 1070 kiló. Tehát igazából 1001, ugye így, hát na, kicsit több velem, meg a benzinnel együtt, de mindegy, 1070 kiló gyárilag.
macskát nemrég. Na megriadtam. Jött értem Bence. Hozta az új kis játékunkat. Aztán megyünk valamerre. Menjél balra. Ne álljunk itt balra. A sarkon. Hát itt a sarkon ne álljunk, mert itt nem jó. Jaj, de csúnya volt, hogy felugrott 37 literre a fogyasztás. Ja, igen. Ja, jó, de egyébként alapesetben, jó, most mondjuk szúrtam neki. Jaj, jaj. Meg én elmondtam, hogy én egyszerűen nem tudok ekóba vezetni, hiába van ilyen kis... Hú, de király az. Én most 6 liter az átlag, úgyhogy szurkodtam. De milyen jól néz ki ez itt? Jaj, az enyúlta? Nem, csak érzékelj, hogyha mész közel. Nem mondod, de azt hittem hozzányúltam. Ez nagyon jó pofa. Én azt hittem hozzányúltam. Ez kurva jó. Kapod a pontokat. Itt vannak mindenféle, és ezeket írogatja ott is. Te komoly. Hagyja gurulni a gépkocsit. Csökkents a légen, nem is törjem el a visszapillant a tököket? Szóval nyáron ne hordjunk sitartót, király. Igen. Igen, lényegében. Egészen megindult. Igen. Nem olyan, nem. Azt mondtam, hogy... Felhúzod meg, kiviszi a fülemet. Nem probléma vele az előző, és amúgy egyáltalán. És ez csak a 95 lovas mi. Azért teszem, hogy mondjuk én ha vennék DSG-vel venném. Igen? Persze. És lehet hozzá kulcs nélkül indítást kapni. Mondtam. Az a kettő, az biztos benne lenne. Neked fényképeztem direkt. Ez a kormány, ez nem ugyanaz, mint az ábba volt egyébként? De szerintem ugyanaz. Ugye? Nem mindegyikben ugyanaz teszik, de még mindig kurva jó. Jó, de nem tökre ugyanez volt. Lehet, hogy az nem a baj, ilyen minimális... Nem. Ezek a gombok nem rémlenek. Azok az alsók, ugye? Igen. Mert tudom, mi volt itt? Csavaró volt. Csavaró? Föl lecsavartuk a hangerőt. Fú, nem tudom. Tempomat abban nem próbáltam, de ebben nagyon jó. Igen? Nem tudom, hogy abban is adaptív volt-e, de ez tök fullos, hogy beállított mondjuk 150-re, és hogyha megy előtted valaki, ugye felveszi a tempóját. Uh-huh. Jó az ülés. Uh-huh. És mondja, ez egy Beats modell, ahova lehetett, tényleg oda írták, hogy Beats. Igen. Ilyen pénztartó van. SD, hopp, bevertem a kamerát. Valami kártya. Meg apró izébe. Ja. Szerintem nagyon csibészül néz ki. A tart, azt még nem néztem egyébként meg. Rakjunk össze egy Beats-et? Rakjunk. Összerakunk nektek egy Beats-et. És megnézzük, hogy miket lehet hozzá kérni. Egyébként 3 millió 7 vagy 800 ezertől indul alapból a póló, és egészen 8, majdnem 8 millióig lehet pakolászni extrával. 4 millió 952 ezer forinttól indul. Ez, de én a pólóról beszélek. Ja. Alapból. Ilyen motorra kérjük. Van a 92 lóerős 1.4 TSI kézivel vagy DSG-vel, vagy ugyanez van a 115 lóerősből kézivel vagy DSG-vel? Most van benne ugye ez a 95-ös, de egyébként én, ha venném, 115 lenne ez. De kézivel vagy DSG-vel? Én kézivel, párti vagyok. De most ez a kis motort állandóan váltogatni a városban minden, nem idegesítő? Rövidek a fokozatok? Olyan könnyű. Nem rövidek a fokozatok? Nem. Jó, nem akkor legyen kézi. Nem tudom, én kézivel kérném. Meg hatfokozatú kézi. Amit észrevettem, az egy motorféke szinte semmi nincs. És ha úgy gurul magától, ötösbe beteszed, cső. Akkor kérjük egy hatfokozatú kézivel, ami 115 lóerő. Az hatfokozatúval van? Az már hatfokozatúval van, igen. Az mondjuk, mert csak ötfokozatú. 4,6 liter per 100. Jó. Igen, én ezt mondtam, hogy én nem tudok ennyire komfortosan vezetni semmiképpen. Tehát így max, hogyha lehetjünk Balatonra a hetesen, akkor 80-nal eldöcögök, de amúgy én nem tudom, ilyen... Nekem mondom, 5,5-re jött ki. De szerintem az átlag nekem ilyen 6 lenne. Van pirosba, villámpiros, fehér ezüst, vagy mély fekete gyöngyhez? Én ez a mély fekete gyöngyhez. Ez is most az. Kétféle felnivel lehet kérni, ami most van, illetve van egy ilyen másik féle felni. Könnyű felni. 16-os vagy 17-es felnivel igazából? Hát csak a 17-es nem. Hát szerintem is. Plusz 140 ezer.
Akkor nem is lehet bűrüléssel kérni, csak szövettel. Egyedül ezzel a szövettel lehet kérni igazából. Ülés, aqua, grafit, ajtó, grafit, kerámia. Mi? Muti? Ilyen kép van csak, de ez az. Ja. Szín, nincs mi? Nincs, ez az egy van. Aha. Aktív info displayt kérünk? App Connect-et kérünk, mert az nekem tetszik. De elég az App Connect. Jó. Jó drága az az App Connect. Jó drága. Eghúzzel mód választó, nem meg úgy tudjuk használni. Há? Elektromosan be, ha akarjuk hajtani a külső tükröket, igen. Nekem az nem kéne. Első érzékelő. Az kéne mondjuk. Az kell. Hangozója se kéne nem. Nekem. Hol térje? Na az is mondjuk kéne. Én az azt szeretném. Azt én is szeretem. Hú, várjál, ebből több van. Oho. Hátsó lehet. Klímaberendezés. Ja, hogy az az. Kulcs nélkül, bocsánat, a kulcs nélkült már beleraktam. Várj, a klíma az izé? Az, az extra. Mert az mindenképpen kell. Klíma nélkül nem veszünk autót. Könyöktámasz elől. Az is kell. Az is kell. A LED fényszóróhoz én ragaszkodok. Az is kell. Sokkal jobban néz ki vele. Modell és motor megjelenít. Hát kell legyen rajta. Akkor van hozzá viszont panoráma üvegtető. Aha. Mert? Azt hittem, hogy a Beatshez nincs, ja, de ott. Ezek szerint van. Kell nekünk? Hát én annyira nem ragaszkodok, de azért jó pofa. Sport Select futómű az mit tud? Hát, üzemmód. Nem áll, 15 mm-re leültetve? Hogy ne kéne? Megvesszük 120 ezerért? Hát ami garanciális, nem vehetsz bele téját. Viszont a tartókamerát az beletenném. Várj már, telefon előkészítés komfort plusz USB, az kell? Az kell? Kell. Mondjuk nem ártana. Hát az... Két darab USB csatlakozó, indukciós töltés, téli csomag, téli gumi, fűtető elsülések, ablakmosó folyadék szintjelző. Az a téli csomag, hogy az ablakmosó folyadék érdekes. Szintjelző, igen. Meg az ülésfűtés. Kell nekünk ülésfűtés? Aha. Az jó, nem? Az elég jó. Az ebben is van amúgy. Azt néztem egyébként, hogy nem volt benne kormányfűtésre, nem lehetett körni. Ebbe? Uh-huh. Hát, mert azért valljuk be, attól még alacsony kategóriás autónak számít. Hát, de azt gondolom, hogy fel lehet extrezni. Na, hát kiosztunk egy 7.186.000-et. Na, az szép. És most figyelj már, menjünk vissza. Az arra vagyok kíváncsi, hogy mit lehet a Highline-okba kéne, és amit ebben nem. Ugye amúgy ebből van 200 lovas is, a GTI, az még itthon, nem tudom, hogy alapból kapható, de itthon, itt a konfigurátorban biztos nincs. Illetve elvileg még az kereskedelmi forgalomban sincs, de a pólóba ebbe használtak most először földgázüzemű motort. Nem tudom, hogy ennek mi lesz a jövője. Még kereskedelmi forgalomban nincs, csak mint érdekesség mondom. Mit látsz? Mi ez a fék? Dobfék. Nem á! Tényleg felraktak rá egy dobféket? Értem én, hogy ezres, de na. De na. Ezt nézem, mondom. Na nézem, mondom. Jaj! Jó. Hát dobtam egy hátast a dobfék miatt. Én csak innen néztem. De hogy lehet ilyen mocskos, mondom, az a tárcsa? Nézem, mondom, azt kezem és tárcsa. Le is vagyunk sötétítve, úgy látom. Uh-huh. Az előző elvileg valami 256-on környékén volt, ez meg 380, ha minden igaz. Jó. Szóval, hogy a számadatokat nézzük, hát, azért az durva, de hát ja. Azt lehetne sokkal mi? Mélyebb. Szerinted az lenne a mély nyomó, vagy az micsoda? Szerintem? Azt gondolom, hogy az, de hát nyomd be a zenét, azt hallgassuk meg. Hallgattam én már össze-vissza is. És nem? Nem teljesen. Nem jön tudom. Át. Valahol biztos van benne mélyen, de bár egyébként a mélyt előről hallottam inkább. Mármint így lábamnak. Hát csak kortámasz az nincs? Ugye? Nincs. De itt tök jó helye van a lábamnak. Jó, kényelmes és hátul az ülés. Én mindig félek. Na de várjál már. Biztos, ez nem úgy nyílik, mint a Golf. Szerintem alul. Alul? Megvan? Jé! Értem. Hol a csigenk? Én is ezt kerestem, de... De annyira nem... Izé... Akkor a fémüzem, semmit nem látni. Nyilván ott van, de...
Mindig azt mondom, hogy kicsi, hogyha szépen csukódik, akkor jó. Szépen csukódik. Egész jó. Egész jó. A kartám most egy kicsit kemény. Te neked fogalmad nem volt, hogy ezt ki lehet húzni, fogadjunk. De, tudtam. Igen. Szeretekből is ilyen, szóval tudtam, ott már rájöttem. Tík, és mondjátok, hogy hülyének néz. Úristen, bazeg. Hallod, mert alig lehet kilátni ezen a kis hátsó tüzén, nem? Pici ablaka van. Meg, amúgy ez a kis tükör nekem tetszik. Ugyan picike. Hú, várjál, most közülültem. Hagyjak meg, jó hangja van. Hú, de jó váltója van. Is. Ez azért van, mert van rajta versenycsík. Ja, tényleg. Alig forog egyébként. Kevesebbet forog, mint az 1-4 CO. Igen. 60-an vagyok 5-ösbe, és szerintem... Lehet, hogy 1002-es fordulaton. Uh-huh. De akkor tényleg éppen csak nem fulladok le szerintem. Ugye. Megnézzük állásba, amit megy. Megnézzük. Hát csak megnézni. Hát 4000-nél hagyja egyébként, szóval annál tovább nem forgatja, hogy csak. Tényleg. Nem volt jó. Csak jönnek mögöttük. Szóval 100. Gyerekek, kettes vége 110 majdnem. Nem volt olyan rossz. Kettes vége 110. Egy ezres autóról beszélgetünk. Hagyjak meg, jó hangja van. Te, mint volt póló tulaj. Hát nekem volt egy 1000-es póló, de azon nem volt turbo. Az 4-hengeres volt. 4-hengeres. Sokat fejlődött? Azt gondolom, igen. Benned nagyon éli, úgyhogy elmegyünk fagyizni. Jó tekerős felé teszünk, mi menjünk. Before we come, you're no hero, so don't act like it. Please don't treat me like I'm your sidekick. 'Cause I watch TV.